Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! A fűszerpaprika vetés területének megőrzése érdekében azonnali intézkedésekre van szükség, ezért még idén több mint 500 millió forint támogatást kap az ágazat, jelentette be dr. Nagy István Kalocsán. Az agrárminiszter a helyi és környékbeli fűszerpaprika termelőkkel folytatott egyeztetéseket. A Kalocsai Fűszerpaprika ZRT-nél folytatott egyeztetéseket dr. Nagy István agrárminiszter a helyi és környékbeli fűszerpaprika termelőkkel március 12-én kedden. A közel két órás tanácskozást követő sajtótájékoztatón az agrárminiszter elmondta, hogy a fűszerpaprika termő területe visszaszorulóban van, az ágazat jövedelmezősége kritikus szintet ért el. A miniszter kihangsúlyozta, hogy a Kalocsai és Szegedi Hungarikum érdekében közös terveket kell megalkotniuk és feladatokat kell megoldaniuk a termelőkkel és feldolgozókkal együtt. A fűszerpaprika termesztők kérése fordultak az Agrárminisztérium felé. Azt tapasztaljuk, hogy fűszerpaprika vetés területe visszaszorulóban van, azt tapasztaljuk, hogy a fűszerpaprika termesztők jövedelmezősége kritikus szinten van, és ha felelősséggel tartozunk az iránt a hungarikumunk iránt, ami a kalocsai és a szegedi paprikában megnyilvánul, akkor közös terveket, közös feladataink vannak, amit meg kell oldani. Azzal érkeztem erre a tanácskozásra, hogy kitegyük az asztalra az összes problémát. Megvizsgáljuk mindazon lehetőségeket, amelyek a fűszerpaprika termesztők nehézségeit okozzák, és megkeressük azokat a megoldásokat, amelyek a jövőbe vezető utat vagy a reményt tudják jelenteni. Nagyon sok problémát hallottam a külföldi import mennyiségéről, alacsonyabb árfekvéséről, megváltozott fogyasztói szokásokról, a fekete kereskedelem mértékéről. Ezek mind-mind olyan kérdések, amelyekre nekünk válaszokat kell adni. Nem beszélve a klimatikus válságról, az időjárási tényezők megváltozásáról, az öntözésnek a nehézségeiről, ez mind-mind olyan probléma, amelyre megfelelő választ kell adni, arra is, hogy megfelelő vetőmag legyen, megfelelő fajtánk és hibridek legyenek, amelyek korkövetelmények megfelelők és megfelelő termésmennyiséget adnak. Ahhoz, hogy azt a vetés területet, amely ma Magyarországon megvan, meg tudjuk őrizni, ahhoz gyors, azonnali intézkedésekre van szükség. Megvizsgáltuk azt, hogy területalapú támogatásként, hektáronként mintegy 74 ezer forintot fizetünk jelen pillanatban a fűszerpaprika termesztőknek, ezen felül 2018-19-ben a fűszerpaprika termelők hektáronként további 91 ezer forintos termeléshez kötött támogatásban részesültek. Idén jelentősen szeretnénk bővíteni a nemzeti forrásból 2014 óta működtetett a fémzárolt vetőmag vásárlásához költségezve nyújtott támogatást. A forrás mértéke eddig a vetőmag költségének 75%-a volt, de legfeljebb 30 ezer forint per kilogramm volt, ezt 100 ezer forint per kilogramra szeretnénk felemelni. Célunk, hogy a magas minőségű drága vetőmagok megvásárlása se jelentsen a termelőknek túlzott anyagi terhelést. Végezetül egy teljesen új és egy nagy jelentőségi jogcímet is szeretnék bejelenteni. Reményeink szerint ez pozitív hatással lesz a fűszerpaprika örleményt előállító vállalkozások számára. Jelentős, évente legfeljebb mintegy 20 millió forintos energiaköltség támogatást vezetünk be azoknak a szárítmány előállítóknak, akik a termény szárításához gázt használnak föl.
A támogatás a felhasznált éves hőmennyiség arányában sávosan csökkenő mértékben lesz igénybe vehető. A támogatást ezt először idén nyáron lehet már igényelni, a tavalyi év második felében, illetve az idei év első fél évében szárításra felhasznált gáz mértéke után. A program elérhető lesz még egyéb zöldség, gyümölcs, illetve fűszer és gyógynövény szárítással foglalkozó üzemek számára is. Ez a támogatás hozzájárul a magasabb feldolgozottsági fokot képviselő, nagyobb hozzáadott értéket tartalmazó termékek költséghatékonyabb előállításához. Úgy számolunk, hogy erre a programra a tárcánk idén mintegy 500-700 millió forintot szándékozik fordítani a beérkező igények függvényében. Tehát egy komoly segítség, komoly ajánlat. Ennek függvényében, ennek cserébe azt szeretnénk elérni, hogy növekedjék a fűszerpaprika termesztők száma, és természetesen a hektár száma, amin előállítják ezt a fűszerpaprikát, hogy ezt a kiváló minőséget, amit Kalocsán és Szegeden megnyilvánul, ez tovább szolgálja Magyarország gasztronómiai elismertségét, tovább szolgálja azt a hagyományt és azt a hírnevet, amely a magyar mezőgazdaságra mindig is jellemző volt. Én nagyon remélem, hogy ez az ajánlat az idei esztendőre megfelelő lesz, és mindazon további kérések megfogalmazása, felderítése és ennek a megoldásnak a megkeresése pedig további egyeztetéseket fog igényelni, hiszen terve van véve mindenképpen egy egységes védjegy felhasználása, alkalmazása, amellyel meg tudjuk különböztetni az import és a hazai paprikának a származását, pontosan azért, hogy a minőséget tudjuk deklarálni és érvényre tudjuk juttatni a piaci szereplők között és a vásárlóknak a megfelelő támogatásában. Erre is komoly munkát kívánunk végezni, hogy mire a szeptemberi Paprika Fesztiválra visszaérkezünk, addigra ezen kérdésekre megfelelő válaszok történhessenek. Nem véletlen, hogy az öntözésnek a kérdése is szóba került, hiszen a Nemzeti Öntözési Központ felállításával új remény, új lehetőség csillant a gazdák szemében, hiszen az egyik versenyképességet jelentősen javító tényező maga az öntözésnek a kérdése, és a lehetősége sok részletkérdés került itt az asztalra, azt tudom a gazdáknak ígérni, hogy az öntözési központon keresztül biztos, hogy támogatást és kedvezőbb megoldási lehetőségeket tudunk biztosítani ahhoz, hogy minél több területen tudjuk öntözni majd a fűszerpaprikát. Az a célunk ezzel az egyeztetéssel és tárgyalássorozattal, hogy a fűszerpaprika ne csak híres múlttal, jelennel, hanem nagyon kiváló és eredményes jövővel rendelkezhessék. Németh József, a Kalocsai Fűszerpaprika ZRT vezetője örömét fejezte ki a miniszteri látogatással kapcsolatban. Örülünk annak, hogy miniszter úr Kalocsán járt az Országos Fűszerpaprika Terméktanács székhelyén. Kalocsai paprika ad helyet a terméktanács működésének, mint az országban lévő legnagyobb integrátor. Elmondhatom a termelők, a nyersanyagtermelők, a feldolgozók nevében, hogy mindkét fél kap támogatást, termelők a vetőmagágon, elsősorban a feldolgozók meg energia, illetve gázár támogatást kapnak. Én úgy gondolom, hogy indulásnak ez a tervezett, elköltött 500 millió forint nagyon jól jön, és azt gondolom, hogy az ágazat helyzetét stabilizálni tudja, amennyiben az időjárás is olyan lesz, és nem olyan szélsőséges időjárás lesz, mint 2018-ban, akkor én azt gondolom, hogy a 8-10 ezer tonnás hazai termelés képes lesz visszaállni, és reményt ad arra, hogy a jövőben ezen a talajon egyéb támogatási formákat is kidolgozzunk, illetve kérjünk a miniszter úrtól, a Agrárminisztériumtól, és amennyiben ezek megvalósulnak, azt gondolom, hogy a nehéz munkaerőhelyzet és a nehéz munkát igénylő zöldségágazat, benne a fűszerpaprika is stabilizálódni és még talán fellendülni is fog. Kiskörösön március 23-ától 24-ig tartották a régió legjelentősebb és leglátogatottabb agrár eseményét, a 10. Duna-Tisza közi Agrár Expót és Gasztronómiai Fesztivált. A rendezvény az eltelt évek alatt vitathatatlanul kiérdemelte a régió agráripari csúcsrendezvénye címet. A kitűnő tavaszias időjárásnak is szerepe volt abban, hogy a jubileumi vásáron a látogatók száma csúcsot döntött. A 10. Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztiválon Kiskörösön.
A nagyszabású rendezvénynek a város sportcsarnoka adott helyet, ahol közel 4000 minőségi kézműves termék fogadta az érdeklődőket. Standokon kínálták a termelők többek közt a kézműves élelmiszereket, a borokat és a pálinkákat, immáron 10. alkalommal. Próbálkozunk hagyományt teremteni belőle a kedves családom és a kollégáim segítségével, a kedves barátaim segítségével. Leginkább azért kell ebből hagyományt teremteni, mert próbáljuk segíteni azokat a termelőket, akik nincsenek olyan pozícióban, hogy megyei vagy akár országos kampányt végezzenek a termékeiknek, és ezért van az Agrár Expo Kiskörösön. Mik a visszajelzések mondjuk a termelők részéről? Nagyon jó, azt kell, hogy mondjam. Hát őket kell majd megkérdezni, de felénk mindig nagyon jó visszajelzések vannak. Szeretnek ide jönni, jó a logisztikán, kialakítottunk egy kis csapatot, akik segítenek bepakolni, kipakolni nekik. Gyakorlatilag nekik az arcukat és a tudásukat kell adni a termék mögé. Tamás, egy-egy ilyen rendezvényre felkészülni mi munkát jelent? Hát ezt nehéz megmondani, körülbelül fél év. Tehát ahogy véget ér egy Agrár Expo, kicsit pihenünk, és utána elkezdjük szervezni a következőt. Sok fellépőnk van, sok új termelő szeretne bejelentkezni hozzánk. Úgy is, hogy egy kicsit lokálpatrióta módon is össze kell, hogy egyeztessük először a helyi és környékbeli termelőkkel, hogy ők szeretnének jönni a következő Agrár Expo-ra, és utána a szabad helyeket szoktuk kiajánlani. Hogyha visszatekintünk mondjuk az első expóra, illetve az azt megelőző szervezkedésre, sőt egyáltalán magára az ötletre, és mondjuk a mai napra tekintünk, összevetve ezt a kettőt, milyen érzések mozdulnak meg benned? Az érzések ugyanazok. Nagy szeretettel várjuk a termelőket, olyan szeretettel, mint ahogy ők is jönnek hozzánk. Hát ég és föld, összesen lehet hasonlítani. Az első Agrár Expo-nk egynapos volt csak. Az első, másodikon még élő állatok is voltak, most már azzal nem kísérletezünk, mert olyan nagy a látogatottság, hogy nem merünk élő állatot hozni, főleg ilyen hatalmas akasztói bikákat, különböző, hát azt hiszem jól mondom, merino juhokat, meg hát most már ugye a megújult gimnázium udvar már ezt meg sem engedi. Egy-egy nap tematikája hogyan épül fel? Hát gyakorlatilag ugye reggel 6 órától, illetve fél 6-tól jönnek azok a termelők, akik még a tegnapi nap nem rendezkedtek be. Utána 10 órakor, 9-től van nyitva a maga kiállítás, az Agrár Expo, 10 órától megnyitó. Utána délután 3-kor a Bombon együttes fog fellépni nálunk. Holnap délelőtt a kicsiknek próbálunk kedvezni, az Apacuka együttessel, vasárnap 11-kor, délután 3-kor pedig Csepregi Éva ad egy kellemes kis koncertet. És ami nem egy elhanyagolható tényező, hogy most már itt 10. alkalommal, itt a belépés díjtalan a rendezvényre. Igen, próbálunk olyan helyekre pályázni, hogy ezt meg tudjuk tartani. Nem csak a belépés díjtalan, hanem a termelőknek is díjtalan a részvétel. Hú, ez nagyon jól hangzik, és akkor arról már nem is beszélve, ugye, hogy aki bejön ide, az tulajdonképpen majdnem, hogy minden terméket meg is kóstolhat, ki is próbálhat, mielőtt megveszi. Így van. Talán a legfontosabb az, hogy megkóstolhatja, a másik legfontosabb pedig, hogy maga a termelő a pult másik oldalán áll. Tehát különböző jó tanácsokkal el tudja látni a kedves fogyasztót, mikor jó fogyasztani, mennyire kell lehűteni, most itt sajtokról, borokról, különböző füstöltárukról beszélek, és a termelő adja az arcát a termék mögé. Hát én azt gondolom, hogy akkor nyáron majd egy kicsit pihentek, de nem sokáig, és akkor jöhet a következő expo szervezése. Igen, hát próbálkozunk. Az expo célja a kezdetektől az volt, hogy hazai termelők minőségi portékáikkal mutatkozzanak be. Ennek sikere egyértelműen látható volt, mivel több mint 100-an pakolták ki árujukat. Aszal gyümölcslapokat, illetve zöldséglapokat készítek. Természetesen, ahogy mondtad, ez nagyon egészséges, ugyanis csak gyümölcsből aszalódnak a lapok. Talán még elmondhatom, hogy a díszítés is gyümölcsből van még hozzá áfonyából, de minden lap más gyümölcsből. Tehát körte, alma, szilva mindig a szezonális gyümölcsügyek többségben. És gyakorlatilag ezzel kiválthatunk egy lisztes tésztát, amit ha nem is teljes egészében, de néha azt gondolom, hogy jó mással felcserélni, illetve mással pótolni. Tehát mint egy tésztát meg lehet ezt tölteni, mint egy süteményt.
vagy palacsinta tésztának éppen, túró, dió, mág, bármilyen krémet készítünk, megkenjük, feltekerjük, és már lehet is szeletelni akár vendégvárónak, vagy saját magunknak ezt a süteményt, ami azt gondolom, hogy igen különleges, kiadós, és talán nem mindennapi. Az biztos, hogy nem mindennapi, nagyon jól is hangzik. Akkor beszéljünk egy kicsit arról, mert az ember ugye ránéz ezekre a lapokra, azt gondolná, hogy törik. Mi a metodikája annak, hogy ezt mondjuk fel lehessen tekerni, esetleg nedvesíteni kell, vagy mit kell vele csinálni? Ez a lap nem törik. Ugye megvan a technikája, illetve az aszalásnak az ideje, hogy meddig aszalom. Ha jó időben veszem ki, természetesen ugye azért tudok segíteni abban, hogy milyen legyen az állaga. Ez egy teljesen rugalmas lap, semmivel nem kell megolajozni, se vizezni. Csupán a krémet tesszük fel, feltekerhető, de hogy teljesen ilyen nagyon lágy, abszolút puha tésztává váljon, ezről a töltelék fog gondoskodni. Tehát maga a töltelék fogja megpuhítani ezt a tésztát. Itt a külön gyümölcs és zöldség összetevők mellett beszéljünk egy kicsit az ízesítésekről, mert látok én itt a háttérben például rózsát, gyömbért, fahéjat, mindenféle jót, ami szemszájnak ingere. Igen, próbálom csak természetes anyagokkal díszíteni, egyébként pedig minden ugye csak az adott gyümölcs. A rózsa az azt gondolom, hogy nagyon látványos, és egy picit talán ilyen kellemes, édeskés ízt hozzáad egy finom túró vagy mascarpone töltelékhez, de hát ugye mindenki olyan tölteléket választ, amit szeretne. A jó hírem, hogy nem nagyon kell édesíteni a tölteléket, mert ugye maga a lap a saját cukortartalma miatt édes. A gyömbérfahéj ugye tudjuk, hogy nagyon ünnepélyes, nagyon egészséges, illetve finom, nagyon kellemesen érvényesül az alma, illetve a körte gyümölcsel. A rendezvényen nagy hangsúlyt kaptak az egészséges, kézzel készült termékek. Homoktömis készítményekkel érkeztem. 2014 óta családi vállalkozásban termesztjük is, és forgalmazzuk is a homoktövist. Ebből készülnek a különféle készítményeink velőformájában, valamint örlemények és olaj formájában. Miért pont ezt a gyümölcsöt választottátok? Nagyon sok gyümölcsel foglalkozunk egyébként, de fő szempont volt az egészséges táplálkozás vagy életmódhoz való hozzájárulás, és nagyon fontosnak tartom, hogy a homoktövis velőt mindenki, vagy homoktövis, mint növény, mindenki megismerje, és mivel nagyon magas a vitamintartalma, főleg a C, emiatt szeretnénk, hogy propagáljuk egy kicsit itt a helyieknek, vagy a környező városokban is. Nagyon sok helyre megyek, szerencsére hívnak már, nagy az érdeklődés. Jótékony hatásairól is beszéljünk egy kicsit ezeknek a termékeknek. Van itt homoktövis magörlemény, homoktövis magola és hát természetesen velő is. Hát a jótékony hatása főleg a C-vitamin tartalma, de nagyon sok más egyéb vitamin tartalmaz. Nyilván elsődleges szempont az immunrendszer erősítése. Ezt egy éves kortól már a gyerekek is fogyaszthatják, mert nincs benne a mi termékünkben semmiféle tartósító és semmiféle festékanyag. Tehát ez natur dolog. A törlemények egy picit kellemesebb ízűek, mivel hogy ezek nem olyan erős, intenzív ízű, mint a velő. A velő az van, akinek nem nagyon ízlik a savanyú ízhatása miatt, de lehet keverni ezeket a készítményeket bármibe, reggeli ételekbe. Nagyon kevés egyevőkanál a napi adagja, tehát mindenbe lehet keverni, gyerekek is. Gyerekek jobban elfogadják az örleményeket, mivel hogy ezeknek nincs olyan intenzív íze. Füstölt húsok, lekvárok, sajtok és mézek. Minden megtalálható és megkóstolható volt. Az expóra az ország számos szegletéből érkeztek a kiállítók. Nyíregyházáról érkeztem, és gombatermesztéssel foglalkozok, fiatal gazda vagyok, és gyújgombákat termesztek. Ezek a gombák le vannak szárítva, és le vannak porítva, és akkor porformájában tudom a vásárlók elé kínálni. Ezek gyógyhatású gombák, mindegyik gombának van egy általános immunerősítő hatása, vérnyomás és koleszterin szint csökkentő hatása. Emellett van olyan gomba, ami a laskagomba, ördög szekélgomba, ami ízületre van például nagyon jó hatással, csontritkulás ellen, erekre, vénákra van jótékony hatással. Van olyan gomba, a pecsétviasz gomba, ami nagyon jó immunerősítő, mellette pedig nagyon jó tumorellenes hatásai vannak a szervezetre. A süngomba, ami az emésztési problémákra, idegrendszerre van még nagyon jó hatással. És ezen kívül van még bokros gombánk, shiitake gombánk, és vannak egybe gombakeverékek is. Ezeket a gombákat hogyan lehet, illetve hogyan érdemes felhasználni? Igen, jó kérdés.
naponta egy mokkás kanállal kell belőle elfogyasztani, akár el lehet keverni őket egy pépes ételbe, egy reggeli joghurtba, teába, kávéba, de ugyanúgy naturba is el lehet fogyasztani, akár egy pohár vízzel is őket. Van esetleg valami mellékízük, ami mellé talán érdemes egyéb más összetevőket is becsempészni? Olyan jellegzetes gombaíza nincsen már neki igazából, de gyerekeknek is az anyukájuk például egy joghurtba, egy pudingba el szokta keverni, és akkor a gyerekek se szokták észrevenni. Ez az első alkalom, hogyha jól tudom, hogy itt vagy a Kiskörösi Agrár Expón. Eddig mik a benyomások? Igen, most vagyok itt először. Nagyon jókat hallottam a rendezvényről, azért is keltette fel az érdeklődésemet, úgyhogy várom a kedves vásárlókat, és remélem, hogy a jövőben is meg fog tudni jelenni itt. A rendezvényt Kis Miklós agrárvidék fejlesztési államtitkár nyitotta meg. Előadásában kiemelte, a hazai lakosság körében egyre hangsúlyosabban jelenik meg a helyi termékek iránti igény, az élelmiszerek eredetének ismerete. Mindez a termelőkkel kialakított személyes kapcsolatban is megmutatkozik, melynek remek szintere a Kiskörösi Agrár Expo. A rendezvény fővédnöke Font Sándor országgyűlési képviselő, a Parlament mezőgazdasági bizottságának az elnöke volt, aki hangsúlyozta, hogy a fesztivál vitathatatlanul kiérdemelte a régió agrár-ipari csúcsrendezvénye címet. Göröngyös volt az út, amikor megindultunk 10 évvel ezelőtt, ha most a 10-es számra, a jubileumi évre gondolunk, hiszen nem volt előttünk példa, hogy nem egy országos és nagy expó szervezők, hanem egy kisközepes városban, és egy térséget akarunk bemutatni, vajon ez hogy kellene csinálni, nincs rá modell, mert mások nem végeztek ilyen munkát, ma sem, egyébként hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag Budapest és Hódmezővásárhely az a kettő hely, ahol országos méretű milliárdos költségvetéssel rendkívül nagy arányú agrár expót rendeznek. Ehhez képest ez egy sokkal szerényebb, és a mi méretünkhöz, és talán a mi termelési és élelmiszeri kultúránkhoz sokkal jobban kapcsolódó, igényű rendezvényben gondolkodtunk. De mondom, nem volt példánk, ezért nekünk kellett mindent kitalálni, csetlőbotló lépések voltak, aztán minden évben okosodtunk egy kicsit, próbáltunk szponzorokat is találni, hogy minél kisebb legyen a költségvetés. Ez azt jelenti, hogy ne kelljen belépőket szedni például az ide látogatóktól. Nincs Magyarországon még egy ilyen, minden máshol kőkemény belépőt kell szedni, és azt is próbáltuk a szponzorainkon keresztül elérni, hogy az ide látogató, kiállító vendégek is, a élelmiszer előállítók, a picikék, a kicsikéknek ne kelljen nagyon durva stand bérletet fizetni, mert különben nem tudnak eljönni, hiszen ők egy teljesen más üzleti kategóriába dolgoznak. Kis mennyiséggel nagyon magas minőséget állítanak elő, tehát a termelési költségekben nem nagyon fér már bele egy esetleges nagyon magas megjelenési díjazás, ár, bérlet. Szóval ezek mind-mind egy nagy tapasztalati összegzésen keresztül vezetett el odáig, hogy most már talán merjük azt mondani, hogy egy rutinos stáb, csapat az, aki több hónappal ezelőtt elkezdi előkészíteni a helyszínt, a kiállítókat, és természetesen még nagyobb munkánk a szponzorok, támogatók megtalálása, ami örök harc. Elég komoly szabadságjogot adtunk az élelmiszer termelőknek, különösen akik vidéken, kisfalukban, netán tanyán élnek. Megteremtettük a lehetőséget külön egy tanyaprogrammal például, hogy ott élelmiszer feldolgozása alkalmas környezetet alakítsanak ki. A tanyaprogramunk egyik része erről szól, akár azzal, hogy minősített vizet tudnak oda bevinni a tanyához, ha esetleg nem volt áramellátást tudnak, akár napelemes, akár vezetékes rendszeren egy pályázat útján, és kialakíthatják azt az elkülönített részt, ami az élelmiszer feldolgozás körülményeinek eleget tesz, higiénikus és élelmiszerbiztonság szempontjából, és ők ott végre olyan terméket állíthatnak elő, amit hivatalosan forgalmazhatnak utána. De ugyanez természetesen a nagyon sok vidékfejlesztési pályázat, amiről éppen államtitkár úr tart egy részletes előadást, ezek mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy a kiszerelésben, a megismertetésben, a termék szélesebb választékával meg tudjanak jelenni ezek a kis gazdálkodók. Megteremtettük a rövid ellátási lánc fogalmát, RELL-nek egyszerűsítik. Ebben az a célunk,
hogy a termelő az élelmiszert előállító minél kevesebb áttételen keresztül tudja eljutatni termékét a fogyasztóhoz. Ezért a kistermelőknek úgynevezett 40 kilométeres sugarú körön belül bárhol, bármilyen meghirdetett hivatalos élelmiszer vásáron megjelenhetnek, és Budapesten, Budapest kivétel, oda bármelyik Magyarország szegletéből érkező élelmiszer előállító megjelenhet nagyon egyszerűsített feltételekkel, hiszen állítjuk, hogy ez a rövid ellátási ránc rendszere egyben a minőséget és az élelmiszerek biztonságát jelenti. Nem szükséges telitömködni ezeket az élelmiszereket tartósító szerekkel, hogy majd évekig elálljon. Nem, mert közvetlenül a fogyasztásra ajánlott és a vásárlóhoz érkezés miatt néhány hét alatt elfogyasztásra kerül. Tehát egy nagyon komoly adalékanyagmentességet is garantálnak általában ezek a kézműves élelmiszerek. Mondom, sok-sok lépése volt a kormányzatnak, hogy ami azelőtt tiltott volt, és csak nagyüzemi rendszerekben gondolkodtak elődeink 2010 előtt, mi pedig fordultunk a kis kézműves élelmiszerek előállítói felé, akik ezt örömmel néha hobbiból készítik másodállásban, mert van egy főállásuk, és néha kinövik ezt a hobbi kategóriát, és feladják a főállást, és úgymond a hobbi az lesz most már a főállás, és komoly élelmiszer előállítókká válnak, és megtalálják a piacot, például akár itt a Mi Agrár Expo-n. A szervezők ügyeltek arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a számára vonzó programot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazin műsorunkkal a jövő hét folyamán is jelentkezünk. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! Energia éjjel-nappal, télen-nyáron. Paks 2. Az új blokkokkal az energiabiztonságot építjük. A műsor támogatója a Tar Kft.